A Klik TV vendége Brenner Koloman, a Jobbik parlamenti képviselő és egyben az országgyűlés alelnöke. És ha már így mutatom be, akkor rögtön megkérdezem, hogy amikor megválasztották alelnöknek, akkor a Fidesz az elmúlt 30 év szokásjogát rúgta föl, amikor hát az első szavazásokon nem támogatta a Jobbik jelöltjét, holott, hát nem azt mondom, hogy erre kötelezettsége lett volna, de hát ez volt a szokásjog. És tud valamit arról, hogy végül is ez akkor miért húzódott ennyi ideig, hogy végül is csak harmadszorra szavazták meg, és hát akkor is csak 109 igen, egy ellenszavazat és egy tartózkodás volt. Hát részletekről nincs tudomásom, hogy a Fidesz frakción belül milyen vita zajlott erről. Azt de tudjuk, nem is mondták így fő alatt, hogy hát figyelj, az a helyzet, hogy ezért nem szavazhattalak meg, vagy valaki. Hozzá nem jutott el ilyen információ, egy valamit érzékeltem, hogy nagyon tart tőlem a Fidesz, és ugye én mindazt megszemélyesítem, bocsánat, hogy így mondom, amik ők már nem. Tehát azt a polgári, konzervatív, értelmiségi figura vagyok. 2015-ben kerültem a néppárti Jobbik közelébe, mint felelős értelmiségi, volt egyetemi vezető, MTA köztestületi tagja, az akadémiai szabadság és az egyetemi autonómia jelentéstevője az Európa Tanácsban. Tehát mindazt megszemélyesítem, amitől ők rettenetesen eltávolodtak, és én úgy látom, hogy számukra ugye az lett volna a kényelmesebb, hogyha a Jobbik színeiben egy olyan ember ülött, akit lehet kellemesen szidalmazni, ehelyett pedig egy olyan ember ül, aki azóta nagyon komoly diplomáciai kapcsolatokat rendel magához. Most voltam Brassóba, például a brassói polgármester úr fogadott, a nagykövetek jönnek be hozzám sorba, tehát nyilvánvalóan tart a Fidesz attól, hogy egy olyan ember látja el az országgyűlés alelnöki posztját, aki a nemzet egységét képviseli, ellentétben másokkal. De mondjuk Balczó Zoltán helyére ült be, ugye ott az alelnöki pozícióban. Schneider Tamás helyére ültem ja, most akkor, be, viszont Balczó képviselőtársam ugye első körben vállalta a jelöltséget, igen. És aztán második körben ő maga javasolt, igen. Engem egyébként maga helyett Balczó Zoltán javasolt. Igen, de mondjuk Balczó Zoltán se volt a vérmes jobbikosok közül való, tehát ő is egy ilyen abszolút kiegyensúlyozott, konzervatív valaki. Így igaz, így volt, igaz. Különben nem ment volna az Európai Unióba képviselőnek. Na most, amikor én megnéztem ezt a önéletrajzot, ami önről a Wikipédián megtalálható, akkor gondoltam, hogy azért belekérdezek egy-két dologban, miközben teljesen lenyűgöző ez a tudományos pályafutás. Mindenekelőtt, és remélem, hogy nem haragszik meg, hogy a keresztnevére rákérdezik. Igen. Szóval, hogy ez egy német név? Igen. Vagy ez milyen? Ez egy német nemzetiségű név, október 13-án az osztrák kalendáriumban megtalálható, aha. Tehát ekkor is a magyar... Akkor kolománok, de a kolomán az tulajdonképpen az a kellene? Kálmán, nem, az a kálmánnak, ugyanúgy október 13-án van ugye Kálmán névtap, az osztrák naptárban kolomán, és ugye a nemzetiségi névjegyzéket is részben én állítottam össze két nagyon kedves kolléginával a hazai németség számára. Egyébként pedig kelt eredetű név, ha már nyelvészkedhetek ennyit a kedves nézők megengedik nekem. Ez egy kelt eredetű keresztnév egyébként. A Szent Kolomán Nida Österreichet, annak idején Steyer kollégákat hát keresztény hitre térítette, aztán vértanú halált halt szegény, és a nagy Schwansteini szép kastély felé, mert ha megyünk jobb oldalt, az a templom, az a Szent Kolomán. És annak idején, amikor ő megkapta ezt a keresztnevet, akkor ezt hogy engedélyezték? Mert én tudom, hogy annak idején, hát ma már, hogy milyen keresztneveket engedélyeznek, az teljesen elképesztő. De annak idején szerintem ez is egy ilyen, a szülei részéről egy bruszt volt, nem? Nem, mert nem engedélyezték. Ja, tehát hivatalosan Kálmán, aztán amikor már szabadott, akkor gyakorlatilag, ez olyan volt, mint a Sopron megyei jogú város, én soproni vagyok, első polgármestere, Hirschler Rezső, mert azt kellett beírni, igen. És az egész város azóta is Hirschler Rudolfként. Na jó, a rezsőket általában rudizik, rudizzák. Igen, de Rudolf szeretett volna lenni.
teljes német nemzetiségi néven. Tehát ennyi történt, viszont az tény, hogy amióta publikálok, már az egyetemi szakdolgozatomat, amit aztán... Akkor már kolománként. Akkor már minden kolománként volt, így igaz. És akkor már az hivatalosan is a minden papíromban természetesen. A nemzetiségi törvény 93-as után szabadott. Igen. Na most még egy ilyen érdekességre kérdeznék rá. Ugye az van, hogy 2004 és 17 között volt a bölcsészkarnak a Germanisztikai Intézet igazgató helyettese és kutatási területe a német nyelv fonetikája és fonológiája. A fonetikát tudom, de a fonológia az micsoda? Hát ugye ez egy nagyon érdekes szakterület, ugye a fonémák létezéséről van egy nagyon szép tudományos vita. Mi a fonéma? Ugye a hangoknak a következő abszakciós szintjéről beszélünk, a szavak megkülönböztető jelzéseit. Tehát mondok egy példát, a tembó és tembó között a szuahéliben az egyik azt jelenti, hogy pálmabor, a másik pedig elefánt, nem teljesen ugyanaz, ha jól gondolom. Viszont ez a fonetikai jel, hogy a P az hehezett vagy nem hehezett, ez például a német standard nyelvben abszolút nem megkülönböztető jegy. Tehát a fonetikai jegy az egy dolog, a hang, és a fonéma pedig az, ami megkülönbözteti a szavak jelentését. És akkor olyan a fonológia az a fonémákkal foglalkozó tudomány ág, így van. De ez nagyon durva ez a tembó, meg a tembó, mert azért azt mondja, hozz egy pohár bort, vagy hozz egy elefántot. De a fülünk rááll egyébként ezekre a különbségre, azok fontosak az adott nyelvbe, azok a különbségek fonetikai szempontból. Egyik szuahéli kiszúrhat a másikkal, hogyha elefántot rendel bor helyett. És akkor innen már csak egy ugrás, hogy a összehasonlító dialektológia az micsoda? Az azt jelenti, hogy a nyelvjárásokat kutatjuk, ami a magyarban ugyan egy, hogy mondjam, nem egy annyira látványos dolog, de a németben igen. Nekem ugye német az a nyelvem, a soproni közép-bajor nyelvjárás. Ha én azt beszélem, és mondjuk a greifswaldi vagy rostocki halász a maga plattdeutschját, egy hangot nem értünk egymásból. Tényleg? Annyira távol van, az két külön nyelv. A standard németet ugye arra találtuk ki, szoktuk ezt mondani, hogy mi német nemzetiségek egymással tudjunk beszélni, kis túlzással. Tehát, és az összehasonlító dialektológia az a nyelvjárások szerepét a különböző nyelvekben összehasonlítva elemzi gyakorlatilag. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket... Bocsánat, hogy ennyire nyelvészkedtünk. Nem, nagyon jó azért, mert engem állatira érdekelt, hogy ez hogy van, és innentől kezdve már csak az érdekel, hogy egy ilyen ember, aki ennyire benne van a nyelvészetben, hogy nagyon lerövidítsem, az hogy vetődik a politikába? Az is és benne miért, van, miért a Jobbikba igen. vetődik? Az is benne van az önéletrajzomban, hogy majdnem 9 évig voltam az ELTE bölcsészkarának kari vezetésének a tagja. Tehát én egy évtizeden keresztül menedzserként dolgoztam, ha szabad így mondani, a bolognai folyamatban, annak idején minisztéri megbízásban a mesterszakok akkreditációját országosan is én koordináltam. Kvázi én írtam a szakok képzés és kimentői követelményeit kollégáimmal közösen. És akkor pláne érdekel, hogy kerül a politikába. Hát azért, mert rájöttem, hogy az egyetemi világban egy bizonyos szint fölött a nagy politikai erőtérbe bekerül az ember, és így jártam én is. És gyakorlatilag én 2015-ben Vona Gábor hívására részt vettem egy értelmiségi találkozón, amit ugye a Jobbik rendszeresen tart, és aminek most én vagyok a párton belül a felelőse, és ott én egy olyan intellektuális közeget találtam, ami 25 év egyetemi katedra után egy olyan történelmi helyzetben, ahol én azt éreztem, hogy ugyanaz az egypárti túlhatalom kezd kiépülni, amit én fiatal felnőttként a kommunista egypárti rendszer idejéből jól ismerek, akkor úgy gondoltam, hogy értelmiségi felelősség, hogy ilyenkor kiáll a ház elé, és Vona Gábor barátom hívására vállaltam a képviselőséget. Hát így. És anélkül, hogy meg akarnám sérteni a jobbikosokat, akik ott voltak ezen az értelmiségi összejövetelen, de azt mondja, hogy értelmiségi közeget talált, azért ez korábbi Jobbikra nem nagyon volt jellemző. Én ugye 15-ből beszélek, ott egy nagyon komoly, ugye 13-tól datálódik az, amikor Vona Gábor a néppártosodást elkezdi. És nem a kifelé mutatott politikusi képben, de a háttérben az, ami aztán később 17-ben, 18-ban már egyértelművé tette, hogy a Jobbik radikálisan megváltozott, ha szabad így mondanom, az a háttérben itt készült elő. Tehát én ezt láttam a háttérben, és nem azt, amit a szélesebb közvélemény, mint a kedves nézők is láttak mondjuk 15-ben a Jobbikról,
hanem én már azt láttam, ami aztán 18-ban már ott volt, végeredményképpen. Tehát nekem az volt, hogy mi motivált, az, hogy részt vettem abban a folyamatban, hogy lerakhattam az oktatáspolitikába azt a kormányprogram tervezetben magam részét, a felsőoktatásra vonatkozóan, uh-huh. főleg a külügyek terén nyilvánvalóan, stb. Tehát ezt így értettem ezt, hogy és maga az intellektuális közeg az jó volt. Tehát egy olyan inspiráló közeg volt, ahol azt éreztem, hogy tudok tenni szélesebb hát léptékben is, mint hogy az összehasonlító dialektológiáról írok még egy könyvet. És mennyire fogadták el önt ezzel a backgrounddal, amit hozott magával? Hát ha azt mondom, hogy a Gábor barátom is csak tanárúrként szokott emlegetni, akkor azt hiszem, tehát egyfajta tiszteletet éreztem, és azt viszont láttam, különösen akkor, amikor mondjuk választási kampányban vettem részt, vagy főleg amikor képviselő lettem, hogy azt láttam, hogy látták bennem a képviselőtársam és politikus társam a Jobbikon belül azt az alázatot, amivel én ezt az új szerepet és feladatot megközelítettem. Tehát én beálltam a sorba, én cipeltem a standot, minden standon álltam már, európai parlamenti választási kampányban 31 településen ott álltam a standnál, szépen a tanár úr, Vésztői piacon 7:55-kor, és élveztem, tudtam az emberekkel szót érteni, működtem. És rengeteget tanultam, nyilvánvalóan nem titok, a nézők is tudják, hogy politikai kommunikációs tréning, coaching. Igen. Mert azért az egyetemi katedrán másképp fogalmaz az ember, igen, mint hát a politikai kommunikáció meg a fonológia között azért van egy nagy távolság. Igen. Na most a Jobbik, nem azt mondom, hogy pálfordulás, hanem inkább egy fokozatos középre tolódás és egy fokozatos szemléletváltozás érződik most már évek óta, főképp mióta Jakab Péter vezeti ezt a pártot. Mindig fölmerül az a kérdés, hogy amit mi látunk a parlamentben, vagy amit mi látunk a politikai életben, mint olyanok, akik szemléljük a közéletet viszonylagosan közelről, azt látjuk, hogy a Jobbik nem véletlenül tudott, nem véletlenül tudott csatlakozni ahhoz a hatpárti megállapodáshoz, amihez végül csatlakozott, és nem véletlenül fogadták be a Jobbikot azok a pártok, amelyek, mit tudom én, évekkel korábban azt mondták, na a Jobbikkal aztán soha. Ez mind nagyon szimpatikus. De mi van a mainstream tagsággal, amelyik én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy olyan nagyon örül annak, hogy itt fönt milyen változások, milyen emberek jöttek elő a semmiből, ha úgy vesszük. Tehát ezek nem ehhez az értelmiségi, konzervatív szemlélethez vannak szokva, mármint a mainstream Jobbik, hanem éppenséggel ellenkezőleg. Én ezt másképp látom, illetve az is egy folyamat, hogy a tagság ugye hogyan változott. Hát azért lássuk be, amikor a fideszes szatellitpárt, a Mi Hazánk megalakult, akkor azért rengetegen vagy kizáródtak, vagy oda elhagytak. Igen. És rengeteg új tagunk van, jelenleg 1500 párt jelentkezőnk van, őket szűrjük éppen, mert ki tudja, hogy a fideszes barátaink esetleg nem akarnak-e bárkit a mi sorainkba hát beküldeni. És ezekre a veszélyekre ügyelünk, de tényleg az utóbbi hónapokban azt tudom mondani, hogy hihetetlen nagyságrendű új tagot vettünk fel. Én ugye Sopronban például 18-ban az egész Jobbik alapszervezetet egyszerűen újjá alakítottam, és nyilvánvalóan az új Jobbik alapszervezetében 50 éves könyvelőasszonyok és vállalkozók a tagok. Korábbi Jobbik tagság egy kicsit más szociális összetételű volt valóban. Mm-hmm. Tehát ez egy folyamat, tehát amire szerkesztő úr utalt, hogy ez egy hosszú változási, igen. folyamat. Én azt látom, hogy nagyon sok régebbi párttagunk ugyanezt az utat végigjárta a vezetőséggel. Megváltoztak. Mindenki változik ennyi idő alatt, meg főleg. És aki pedig ezt nem gondolta komolyan, az távozott ebből a közösségből, és rengeteg új olyan ember van a soraink között. Hát azért tényleg itt most nem csak Jakab Péterről, Brenner Kolomannról, Steinmetz Ádámról van szó, hanem Potocskáni Arintáról, és itt tovább, vagy mondjuk Beleznai Zsuzsáról, a alpolgármester asszonyunkról Budapesten, tehát az vagy nőpolitikai, Munkovics, vagy Munkovics, László, Tibor, igen, persze, tehát vagy itt Tibor, van, igen. Tehát rengeteg, gondolom, sok új káder van, ugyanakkor ugye mindig a
a kormánypárti médiában ugye ellenzi, na már megint feloszlatta magát a Jobbik, nem tudom én milyen megyei szerv vagy városi szervezet. De ő meg akkor ezek szerint úgy látja, vagy arról tud beszélni, hogy nagyon sok újjá alakul. Na most van még egy olyan akna tulajdonképpen a jelenlegi Jobbikban, hogy hát ugye, ahogy Jaka Péter bejelentette, hogy indul a miniszterelnök választáson. Most ő is számolhat majd avval, hogy amit 10 évvel ezelőtt mondott, azt kiveszik az archívumból, bejátszák, és azt neked ezt mondta 10 évvel ezelőtt, mint ahogy Bíró Lászlóra is megtalálták a judapestezést, meg a tetűcsúszdázsást, meg stb., ami hát nem igazán volt szimpatikus. Az szimpatikus volt, hogy utána bocsánatot kért, meg azt gondolta, hogy azt mondta, hogy ő ma már nem így gondolkozik. De ezzel mennyire számolnak, hogy ebben az egész kampányban ezt fogják állandóan a Jobbik alá dörgölni, nem is a hat pártiak, hanem majd a fideszes kormánysajtó. Ezzel akarja majd faragni a Jobbikos képviselők hitelét, akik majd az előválasztáson megméretik magukat. Erre föl vannak-e készülve? Természetesen, hát azért itt lesz egy nagyon komoly, hogy az ellenzéki pártvezetők megegyeztek abban, hogy a képviselőjelöltek egy nagyon komoly átvilágításon esnek át. És ez zajlik, ennek az előkészítése. De az átvilágítás csak arra fog vonatkozni, hogy elítélték-e, vagy mit mond. Tehát az, hogy most mit mondtak X vagy Y a zsidóságról annak idején, az nincs benne az átvilágításban, azt majd kihúzza a kormánymédia, és azt mondja, ezekkel akarnak maguk itt együtt elindulni? Szóval ennek a veszélyére akarom a figyelmet fölhívni, hogy ez ott lóg, mint Damoklesz kardja. Ez igen, így van, én viszont azt látom, hogy én nem hiszem, hogy a jelenlegi politikai közösségünkben, a képviselőjelöltjeink között túlságosan sok olyan szereplő volna pontosan az adott változások miatt, személyi változások miatt, amikre utaltam, akikről elő lehet húzni. Persze a mai világban, meg ráadásul ugye, hát bocsánat, tehát szerintem még a pápáról is elő tudnánk egy olyan felvételt húzni, hogyha valaki rosszindulatulag mondjuk felvette ezelőtt bármikor egy harmadik pohár misebor után. Tehát bocsánat, és utána összevágják. Tehát én azt gondolom, hogy ezekre fel kell készülni, de csak egy bizonyos szintig lehet felkészülni, mert tudjuk, hogy a Fidesz gyűlöletkampányai és karaktergyilkos kampányai hogyan működnek. Hát azért hadd utaljak vissza Vona Gábor esetére, akit azért tudjuk, hogy elég hát komolyan mindenfajta nemtelen eszközzel támadott annak idején hasonlóképpen a Fidesz. Én azt gondolom, hogy ezen túl vagyunk olyan szempontból, hogy én azt látom, hogy az átlagos választó is. Tehát én nem látom, hogy erre egy ellenzéki választó, akinek az a kérdés, hogy Orbán Viktor és a Fidesz kivezeti a hazánkat az Európai Unióból, vagy sem, maradunk-e az Európai Unióba, vagy hogy továbbra is ellopjuk az Európai Uniós támogatások X százalékát, vagy pedig a hazai kis- és középvállalkozásokra rakom, vagy a vidékfejlesztést, ami a Jobbik számára még kiemeltebben fontos. Nem gondolom, hogy azon fog mondjuk a fideszes kemény magon kívül, akit lehet hergelni ezzel. Én már nem látok erre olyan reakciókat, hogy ez akkora lukat. Nem, de például azért tudja, hogy Bíró Lászlónak ez a két kifejezése, ez rendkívül sokat ártott. Nem ott szerencsen, mert ott szerintem nem ártott semmit abban a körzetben. Inkább az országos médiában, és az, hogy minden nap szembesülni kellett, ha az ember hírtévét nézett, vagy hallgatott olyan hírforrásokat, amiket állandóan ezt szajkózták, és ez okozza az igazi nagy kárt. Ezzel egyetértek, azzal is, hogy én voltam a kampányban, Bíró László ott helyi szinten egy kiváló jelölt volt. Én jártam vele Tarcsa utcáit, helyben elismert vállalkozó. Hiszen annak idején elég sokat szavaztak rá. Hát 18-ban is már 32%-ot kapott a Laci. Tehát azt gondolom, hogy itt ugye főleg egy vidéki körzetben nyilvánvalóan ilyenektől, tehát van egyébként az ellenzéki együttműködés átvilágítási részben egy olyan, hogy aki az emberi méltóságot sértő kijelentéseket tett, és nem kért érte megfelelő módon bocsánatot, azt kizárjuk a képviselőjelöltségből. Tehát azért erre is vonatkozik részben nyilvánvalóan ez az átvilágítás, és én azért bizakodó vagyok abban, hogy nagyon extrém példák szerintem nem fognak már előkerülni, az pedig, hogy a Fidesz mit gyárta maga, hát gyűlölet gyárában, azt mind nagyon jól ismerjük. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy itt lettem.